A Becsei Kajak Kenu Klub fennállásának és munkájának 70. évfordulója alkalmából a Városi Múzeummal együttműködve kiállítást szervez, melynek az lesz a feladata, hogy a fényképeken, az érmeken és a serlegeken keresztül visszatekintéssel illusztrálja ennek a sportnak az életét és fejlődését Óbecsén. A kiállítás ünnepi megnyitóját április 18-án 19 órára tervezik. Idén a Becsei Kajak Kenu Klub fennállásának 70. évfordulóját több rendezvénnyel szeretnénk megünnepelni. Az egyik ilyen lesz ez a kiállítás a múzeumban, melyen egy visszatekintéssel a fényképekre, a díjakra, a diplomákra, az elismerő oklevelekre, érmekre és serlegekre, tehát mindarra, amit a Kajak Kenu Klub ez a 70 év alatt kapott, visszaemlékezzünk a klub életének minden jelentős eseményére. Zsárko Grcsics és Milivoj Stojkov professzorok köszönhetően a fényképek a kezdetektől fogva mind a mai napig biztosítva vannak. Természetesen a múzeum is hozzájárult ehhez. A kiállítás keretén belül bemutatásra kerülnek a sport óbecsei olimpikonjainak fényképei is, akik megörökítik a kezdeteket és később a kajakozás sikereit is. A közönségnek alkalma lesz látni azt is, hogyan néztek ki a klub helyiségei kezdetben, és hogy melyek azok a legjelentősebb elismerések, amelyek jegyzik az óbecsei kajak 7 évtizedét. Becsejci znájú, de je kajak duboko. Az óbecseiek tudják azt, hogy a kajakkenu sportnak mély gyökerei vannak városunk sportkultúrájában. A klub egyike azon kluboknak városunkban, amelynek egy erős, egy állandó és egy folyamatos hagyománya van Óbecsén. És nagyon érdekes lesz majd látni, hogyan fejlődött ez ki a mögöttünk lévő években. Mint ahogy azt már Miskovics kolléga is elmondta, hogy amikor arról beszéltünk, hogyan ünnepeljük meg ezt a 70 éves jubileumot, akkor az volt az ötlet, hogy ez ne egy klasszikus ünnepség legyen, hanem egy történelmi mesén keresztül mutassuk be Óbecse lakosságának és mindenkinek, aki a klubhoz kötődik valamilyen szinten, hogyan múlt el ez a 70 év. A kiállításon kívül a jelentős évforduló alkalmából május közepén megszervezik az Óbecsei Klub ünnepi ülését is, melyen részt vesznek a szerbiai és a vajdasági kajakszövetség képviselői és más klubok képviselői is. Ebből az alkalomból elismerő okleveleket és plaketteket osztanak ki. Nem felejtettük el azokat az érdemeket, melyeket bizonyos emberek, bizonyos vállalatok, illetve bizonyos klubok tettek meg ezért a kajakkenu klubért. Ezáltal meghosszabbítjuk a barátságokat, vagy esetleg új barátokat is szerezhetünk, hogy a gyerekeknek biztosítani tudjuk a még jobb edzési feltételeket, a még jobb felszerelést. Mindazonáltal pedig egy jobb jövőt biztosíthatunk a klubnak.